egy nagyon különleges alkalom, hogy 50 éves az iskolának a zenei tagozata, és ez alkalommal megjelent egy könyv, és ennek a könyvnek a bemutatóján lehetünk. Ha jól tudom, még meleg a könyv, annyira frissen jött a nyomdából. Igen, nagyon frissen jött, mert most hozták éppen, kb. Egy negyed órával ezelőtt ért ide, most kötötték még a könyvet, mert újra kellett egy kicsit írni, illetve még ki kellett egészíteni az 50 éves jubileumra készült könyvet, ugye, mert a jubileum tavalyi tanévben volt, tehát 19. május 3-án volt a jubileumi koncert, és szerettünk volna valami gyönyörű emléket adni majd a gyerekeknek, meg természetesen volt kollégáknak, igazgatóknak, és azért szerettük volna még átdolgozni, amit eredetileg a pályázatban már benyújtottunk, de még ezt tovább dolgoztuk, és kiegészítettük a jubileumi koncerteknek az anyagával is, meg a kiállítás anyagával is. Ebből az 50 évből hányban volt jelen aktív pedagógusként? Ki sem merem mondani. 44. 44. János, Máté János 69. szeptemberében indította el az első zenei osztályt. Visszajelzés jött, úgyhogy lesznek itt az első zenei osztályból is tanítványok. És János hívott oda 75-be az iskolába tanítani, és tulajdonképpen az ő kezéből kaptam meg a tagozatos osztályokat. Természetesen nem csak tagozatban, úgymond normál osztályban is tanítottam éneket, de a tagozatosakat, tulajdonképpen őket is 44 év óta. Mennyi idő munkája, amíg összeállt végül ez a könyv? Nagyon sok. Tényleg nem tudom megmondani, mert természetesen a 30 éves jubileumra, meg a 40 éves jubileumra megjelent könyvből is mentettünk át anyagot Barbival, úgyhogy próbáltuk azt kiegészíteni még a természetesen az utolsó 10 évnek az anyagával. Nagyon sok volt, tehát az egész, ha belegondolok, az egész tavalyi évben a koncertre készültünk, koncertekre, mert a karácsonyi is jubileumi koncert volt, ugye az évadzár és jubileumi évnek a jegyében telt el, és közben mellette pedig a könyvet is készítettük, és rengeteg szereplésünk volt mellette. Ha 50 év távlatából az ember megnézi az iskolát, lehet valamiféle ívet leírni, hogy mi az, ami ez alatt az 50 év alatt hogyan alakult a zenei tagozat élete? Tulajdonképpen lehet, de ez ugyanolyan, mint bármi más az életben, hogy egyszer fönn, egyszer lent. Tehát voltak fantasztikus csúcsok, és azért voltak mélységek is, ahonnan vissza kellett jönni, és szerencsére vissza is jött a tagozat. Jelenleg nem biztos, hogy ez a legszívderítőbb téma, de hogy zenetanítás, mint olyan jelenleg, vajon hogy áll? Tényleg nem szívderítő, mert nagyon nehéz helyzetben van, és azt hiszem, hogy erről mi sokszor beszélgettünk már így a koncertek kapcsán, hogy valami olyasmit mondtam annak idején, hogy bűvészkednék-e, mert szinte fejen állni a gyerekeknek. Ha vevő rá a gyerek, akkor nagyon sok mindent befogad. De miután nagyon fölgyorsult a világ, és nem ez a legfontosabb, holott zene nélkül lehet élni, csak nem érdemes, mondott a Bárdos tanár úr. És ez így van, mert nagyon sok mindenen átsegít a zene. Mindenfajta tanulásban segít, tehát az egyéb tantárgyak is sokkal könnyebben tanulhatók a zenével, és a másik az, hogy ha nagyon bánatos valaki, akkor talán megnyugtatja, és egy kicsit elfedi a bánatot, ha meg nagy öröme van valakinek, akkor talán felerősíti. Ha valaki ismerné esetleg a 40. év alkalmából megjelent könyvet, ugye beszéltük, hogy nyilván az 50. az elmúlt 10 év, tehát a kettő között ez a különbség. Egy-két dolgot kiemelhetünk-e, hogy ebben a 10 évben mik voltak azok a legfontosabb események, amiket ki lehet emelni? Az utolsó 10 évben nagyon sok népdalversenyen vettünk részt, és országos versenyekig eljutottunk. Koncertek tömkelege volt, vidéki szerepléseink voltak. Tulajdonképpen ezeket lehet kiemelni, és hát legjobban ugye a két jubileumi koncert fémjelzi az egészet. Aki benne volt ennek az egésznek a közepében, és ugye igen aktívan részt vett a könyvnek és a készítésében, talán egy kicsit nehéz lehet a szubjektív élményeket egy picit objektiválni. Nehéz volt? Nehéz, és szerintem nagyon sok minden kimaradt belőle. Tehát most ez durván olyan 100 oldalra sikerült, én szerintem 200-at is össze lehet belőle hozni, és nagyon sok visszaemlékezést még bele lehetne majd tenni.
Ha mondjuk ez egy saját könyv lenne, saját visszaemlékezés, ennek kapcsán legalább egy gondolat vagy egy történet, mi lenne az? Nagyon szubjektív lenne, meg kell, hogy mondjam, mert ebbe a könyvbe, amit én írtam, annak talán az egyik mondata az, hogy ez volt az életem, a hivatásom, a szakmám, és nagyon nehéz róla beszélni. Hogy lesz valakiből iskolaigazgató, aki nem szeretne igazgató lenni? Úgy lesz, hogy először elküldték őt ilyen vezetőképző tanfolyamra. Aztán utána, amikor visszakerültem a saját iskolámba, és ott igazgató helyettesként dolgoztam, akkor berendelt a polgármester, illetve akkor tanácselnöknek hívták őt, és azt mondta, hogy addig innen nem mész ki, amíg azt nem mondott, hogy igen. Azt mondtam, hogy igen. És hogyan folytatódott tovább? Utána 20 év következett, 20 év igen. Négyszer akkor már pályáznom kellett, és az első 5 év után, amire a megbízást először kaptam, az már olyan eredményt és olyan elkötelezettséget jelentett, hogy utána én még 3-szor pályáztam 5-5 évre, és így lett belőle 20. Tehát mondhatjuk azt, hogy a kezdeti, mondjuk azt, hogy vonakodás után behúzta, és egyfajta szenvedélye vagy küldetéssé vált? Miután értelmes munkát, nagyon jó tantestületet, sok-sok nagyon okos gyereket, és sok munkát találtam, így döntöttem, hogy folytatom. Nehéz volt abba hagyni? Nem nagyon, mert a 20. év után nekem még nyugdíj 3 évem lett volna. Erre már gyakorlatilag megbízási szerződéssel is megbízhatott volna a város vezetése. Én azonban nem óhajtottam ezt az utolsó 3 évet. 2-t visszaléptem, visszamentem tanítani, és tanítottam a matematikát és fizikát még 3 évig, amíg nyugdíjba nem mentem. És azért gondolom sokszor eszébe jut még az az időszak, az a bizonyos 20 év. Hát 20 év az hatalmas idő. Hatalmas idő, és nagyon-nagyon sok feladat. Az iskolában a maga az énekzene tagozat a számomra egy teljesen új dolog volt, amikor én a József Attilába kerültem. Anyas években volt? Ez 1978. Régen. Amikor oda kerültem, nem sokat tudtam a tagozatról, hiszen a kerületben nem is volt nagyon tagozatos iskola. Sőt, ugye hát az iskolák nagy részét úgy hívták, hogy Lázár utcai általános iskola, Törökrólis utcai általános iskola. A jó iskolák kezdték sorra kapni a nevüket, és a József Attila általános iskola az ilyen volt. Ő neki neve volt. Az énekzene tagozat az pedig hát egy egészen különleges dolog. Ugye oda összegyűltek azok a tehetséges zene iránt érdeklődő, vagy legalábbis a szülők zene iránt érdeklődő gyerekei, akik egy kicsit ebből a tantárgyból többet kaptak, úgy az iskola által nyújtott ilyen többletórában, többlet ismeretekben, és hangszeres zeneoktatásban is. Ugye abban az időben még Máté János, a kerület zeneiskolájának az igazgatója, ugye ők a hangszeres zenét is összekapcsolták ezzel, tehát egy kifejezetten többlet ismeretet, többlet tudást adtak a gyerekeknek, és hát meg is lett az eredménye, mert közülük nagyon sokan élethivatásként ezen a pályán maradtak, akik pedig nem ezt választották, azok is zenekedvelők, műveltebbek és zeneszeretők lettek. És gondolom, ön ugyanígy nem zárulhat le, feltételezem, az életnek ez a fejezete. Önnél sem zárult le, ugye? Hát az enyém azért nem. Én azért tulajdonképpen miután elmentem nyugdíjba, akkor attól kezdve
matematika iránt érdeklődő, vagy... És kapcsolódik a zenéhez. Így van, de hát a matematikában kicsit elmaradozó, vagy segítségre szorul gyerekek megtalálnak a mai napig. Hetente például, most, pedig most már, na, nem mondom az életkorom, de hetente 9 gyerek jön délután az iskola után hozzám, készültek a fölvételire, most hál' Istennek szombaton megvoltak a 4-eseknek, 6-osoknak, 8-osoknak, és van bizony olyan is, aki érettségire készül, és mi edzőtábort tartunk matematikából. Amikor a kezébe fogta a könyvet, azt hiszem, hogy kapott ön is már egy példányt, és végiglapozta, gondolom csak átfutni volt most ideje. Mi volt az első, ami eszébe jutott? Hát a mostani könyvet még nem néztem át. A 40 éves évfordulóra, tehát 10 évvel ezelőtt itt azt ismerem. Mert hisz annak a kiadásakor, akkor még közelebb voltam az iskolához. Ezek az emlékek, ezek kitörölhetetlenek. Ezeket az ember egy élet, ez volt az élete. És gyakorlatilag még most is ez. Több hónapon keresztül gyűjtöttünk, felkértünk embereket, és vártuk ezeket a szövegeket, illetve a fényképeket gyűjtögettük, mert fontos volt, hogy olyan emberekről kerüljön be, akik értékesek voltak számunkra, illetve akik méltók arra, hogy ebbe a könyvbe kerüljenek. Egyfelől ugye diákként is benne van a könyvben, illetve oktatóként is jelen van. Furcsa volt egyébként a válogatás során ezeket belehelyezni, az ember saját magát akár diákként, mondjuk oktatóként talán jobban megszokta. Nehéz volt, de nagyon érdekes volt, mert nosztalgiáztam, és hát ugye a régi dolgokból kevesebb anyag maradt fenn, így a fényképek is ugye régi fényképek, fekete-fehér képek kevésbé láthatóak, de azért jó volt megnézni, hogy kik voltak annak idején, illetve néhány emberrel újból felvettem a kapcsolatot. Tanárként pedig jó volt végignézni, hogy a gyermekeim előtt, amikor gyes előtt tanítottam, hogy kiket tanítottam, illetve most, és igen, ez egy nagyon szép nosztalgia emlék volt. És ami még nagyon fontos volt nekem, hogy ugye az osztályom volt az utolsó, akik ebben az évben elballagtak, és az 50. jubileumot velük ünnepelhettük, és ez egy olyan kincs volt számomra, hogy én lehettem ott az osztályfőnök egy nagyon értékes osztálynál, nagyon szerettem őket, illetve a szülőket is, hiányoznak nekem nagyon. Amikor az ember diákként élményei vannak különböző tanárokkal, van, ami tetszik neki, van, ami nem tetszik, lehet, hogy azok gondolja, hogy én ezt biztos nem így csinálnám. Mennyire sikerült ezt megvalósítani, vagy mennyire felejti el az ember útközben ezt, hogy annak idején mit gondolt, hogy mit csinálna másként? Ez egy jó kérdés, mert én erről sokszor beszélgettem a gyerekekkel, és sokszor mesélem nekik, hogy nekem az általános iskolai emlékeim sokkal mélyebbek, mint a középiskolás élményeim. Van olyan, amire emlékszem konkrétan, hogy miből feleltem, milyen dolgozatot írtam, kinél hogy szerepeltem, és azt is tudom, hogy mi az, amit másképp szerettem volna. Úgy gondolom, hogy ezt én most meg tudtam valósítani, nyilván lennének olyan diákok, akik azt mondanák, hogy nem, de természetesen nem lehet mindenkinek megfelelni. Igyekszem szeretettel kísérni azt, hogy kinek mi megfelelő, minden gyerek, minden csoport és minden osztály más. Nagyon nagy öröm egy ilyen könyvet tartani, mert ez a mi életünk Ildivel együtt. Egy közös életünk, ami lezárult, sajnos lezárult, de természetesen megy tovább az élet. Most 50 év történetéről van szó, aminek pici túlzással majdnem a felében vezetői szinten részt vett. Mi az első, ami eszébe jut? Az, hogy nagyon örülök, hogy idáig megmaradt az énekzene tagozat, és nagyon drukkolok neki, hogy még 50 évet legalább élhessen az iskolában ez a tagozat. Mit jelent önöknek az énekzene tagozat? Az énekzene tagozat az a művészet, a gyerekek fejlődése, és az a többlet, amit mi tudunk adni a gyerekeknek a mindennapokban. Mennyit változott az elmúlt évtizedekben az énekzene oktatás, és mitől van egy kicsit talán veszélyben? Azt gondolom, hogy azért van veszélyben, mert sajnos nem tekintik sokan értéknek, úgyhogy meg kell harcolnunk azt a harcot a gyerekekkel, hogy az énekzene, a zene, a művészet az még mindig érték. Sajnos sok családban ez már nem érték. De lehet, hogy talán ezt is másképp kell tanítani, mint nagyon sok mindent mást ma. Biztosan másképp kell tanítani, haladni kell a korral, nekünk is.
És vajon Kodály módszerei, a Kodály módszer az mennyire van jelen manapság az énekzene tanításban? Én azt gondolom, hogy a Kodály módszert nem lehet kihagyni az énekzene oktatásából, az mindig volt, van és lesz. És amikor kezébe fog egy ilyen könyvet, akkor eszébe jut, hogy alig várom, hogy kezembe fogjam a 60-at, vagy addig még azért jó sok tennivaló van? Hát ez biztos, hogy jó sok tennivaló van, de várom a 60-at, és nagyon örülnék, ha még lenne 70-dik, 80-dik, és talán megérem még, hogy a kezembe foghassam. Ahol két napi rendi pontunk van, az építésügyi igazgatási feladatok átadásával kapcsolatos, úgymond kötelező, és a beszámoló a baptista szeretett szolgálat egyházi jogi személyi képviselővel folytatott egyeztetéssel kapcsolatban. Itt annyi megjegyzésem van, hogy tegnap érkezett egy kiegészítés ehhez az anyaghoz. Megállapítom, hogy 16 képviselő van jelen, két képviselőnk van távol, ők jelezték is távolmaradásukat, és akkor a napirendi pontokról szavazzunk. Egyhangú, és akkor megnyitom az első napirendi pontunkat. Javaslat építésügyi igazgatási feladatok átadásáról szóló megállapodás jóváhagyására. Jegyző nevében előterjesztő aljegyzőasszony és bizottság nem tárgyalta a meghívó szerint. Megkérdezem, hogy aljegyzőasszonynak van-e kiegészíteni? Nincsen. Van-e a testületnek kérdése, hozzászólása? Megvárjuk, még Mak Péter úr is megnyitja, addig Nemes úrnak adok szót. Csak egy mondatban összefoglalnám ennek a lényegét. Tehát ez egy nagyon friss jogszabály, decemberben hozta meg az országgyűlés, a végrehajtásában még vannak bizonytalanságok, tehát még jelenleg nem tudjuk megmondani a lakosságnak, hogy március 1-től hol kell intézni ezeket az ügyeket. Ezeket amint megtudjuk, akkor természetesen rögtön értesítjük róla a lakosságot. A megállapodást azt azért kell megkötni, és a kell szót használom, mert ha megkötjük, akkor ugye közösen megállapított feltételekkel történik az átadás. Ezt látjátok a mellékletekben. Ha nem kötjük meg, akkor is létrejön a megállapodás a törvény erejénél fogva, de akkor a másik fél dönti el ennek a tartalmát. Tehát ebből nyilvánvaló mindenki számára, hogy az a jobb, hogyha mellékletként csatolt megállapodás tartalommal fogadjuk el ezt a megállapodást, hiszen ebben le van írva, hogy a négy személy munkakörülményei, de szükséges tárgyi eszközöket azt mi biztosítjuk. Köszönöm. Köszönöm, a vitát lezárom. Mak Péter úr, ügyrendi javaslata van. Köszönöm a szót. Nagyjából a Nemes László, a polgármester úr elmondta az eddigi történéseket. Nekem egy olyan módosító indítványom lenne, megnéztem Csepelen is és más önkormányzatok is az elfogadás és jóhagyás mellett inkább a tudomásul veszi kifejezést használják. Ebben az ügyben az önkormányzati szövetségek annak idején véleménynyilvánítás céljából nem voltak bevonva. Én egyeztettem néhány építésszel, akik pro és kontra érveket mondtak, de Isten igazából nem lettem okosabb. Úgyhogy az én határozati javaslat módosításom az, hogy a Budapest főváros 20. kelet Pest Erzsébet önkormányzati képviselő testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Budapest főváros kormányhivatalával az építésügyi igazgatási feladatok átadás átvételéről szóló a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási fővárosi kerületi hivatalokról szóló 86/2019 4.23 kormányrendelet 10. számú melléklete szerinti megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal. A római 2-3 pont módosítás nélkül, és a római 4-es pont pedig felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodást és az annak egyes számú mellékletét képező teljességi nyilatkozatot, esetleges technikai jellegű pontosítások, módosítások szükségessége esetén a határozat melléklete szerintihez képest eltérő tartalommal is aláírja.
és az lenne a javaslatom, hogy ezt fogadja el a képviseletestület. Köszönöm. Először Nemes úri a szó. Amennyiben jogi akadálya nincs, tehát ez nem akadálya annak, hogy megállapodás létrejön, akkor a demokratikus koalíció képviselői ezt támogatják, ezt a módosítót. Köszönöm. Jó. Bánó képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én szerintem ez egy törvényi előírás, tehát egy erősebb rendelkezés, mint ugye önkormányzati. Ha mi bármit is hozzáfűzünk, ettől még lehet jeleznünk azt a nem tetszésünket másik oldalon, hogy ez most tetszik vagy nem tetszik, de a lényegi kérdésekben változás úgysem történik. Egyébként nekem mindegy, hogy hogy kerül ez a dolog az asztalra, de én szerintem ennek csak maximum jelzésértéke lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor az így, mondjuk úgy nyelvtalinak módosított határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Szavazzunk. Egyhangú, a napi rendi pontot lezárom. Tisztelt képviselőtestület, a tegnap érkezett anyag igazából arról szól, hogy a baptista szeretetszolgálat meg akarta erősíteni azt a tényt, ami egyébként az eredeti levelében, amit mellékletként csatoltunk az előterjesztésben is benne van, miszerint nem tett kötelezettségvállalást, kikényszeríthető tartalommal bíró kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot az előzetes egyeztetések során. Ugye erről szólnak gyakorlatilag ezek a pontosítások az ingatlan felújításának a vállalására, vonatkozóan ugye az előzetes felmérések alapján egy becslésre került sor, az általuk és erre vonatkozó adatot szolgáltattak. Az egyetlen érdemi kérésük az a második oldalon szerepel, ami a határozati javaslatot érinti. Ott egy kis nyelvtani zűrzavar került egyébként abba a bekezdésbe, ez így konkrétan értelmetlen. Helyesen úgy szólna az utolsó két sor, hogy az ingatlan térítésmentes használatba vagy bérbeadására vonatkozó megállapodás szövegének kidolgozására a polgármester hivatal folyamatos koordinálása mellett. Ugye itt a bérbeadás vagy bérbeadásra szó a beszúrás, ez viszont nem fogadható el, mert a bérbeadásra vonatkozó szándék esetén az ingatlan hasznosítását kizárólag pályázat útján lehet véghez vinni. Tehát itt amennyiben döntés születik, akkor csak a térítésmentes használatba vonatkozó megállapodás előkészítéséről lehet szó, a bérbeadást pályáztatásnak kell megelőznie. Köszönöm szépen. Hát jobb később, mint soha, mert ugye az az alapvető testületi szándék volt, ahogy én érzékeltem, hogy az épület állag megóvása és felújítása céljából éljünk ezzel a felajánlkozással, amivel kapcsolatban most egyértelműen kiderül, hogy ez csak egy virtuális ígéret, a gyakorlatban ez nem biztos, hogy úgy és aképpen teljesülne be, hogy azt a képviselőtestület elképzelte. Innentől kezdve inkább úgy kell feltenni a kérdést, hogy mi az önkormányzatnak és Pest Erzsébetnek az előnye abból, ha itt még egy ilyen létesítmény megnyitja kapuit. Erre kell tudni majd válaszolni a testületünknek, és akkor én megadnám a szót Nemes alpolgármester. Köszönöm. Személyesen is részt vettem ezen az egyeztetésen. Ott sokkal konstruktívabb légkör volt, mint ami ebből a egyoldalú nyilatkozatból felsejlik. Én úgy gondolom, hogy senki nem gondolta azt, hogy az eddigi e-mailek meg szóbeli kijelentések azok kötelezettséget jelentenének, tehát azt leírni, hogy ezek nem jelentenek kötelezettséget, ez természetes, és ennek a emlegetése az érthetetlenül barátságtalan légkört sugal levélből. Én úgy gondolom azonban, hogy azt nem akadályozva további tárgyalást, de le kellene szögeznünk, hogy mi az érdekünk. Én úgy gondolom, hogy egy Pest Erzsébeti képviselőnek két legfontosabb célja lenne. Az egyik az, hogy Pest Erzsébet területén egy színvonalas iskola működjön, ezzel lehetővé téve, hogy a Pest Erzsébeti tanulók azok ne túl sok utazással elérjék ezt az iskolát, és ott tanuljanak. A másik célunk az lehet, hogy az önkormányzat vagyona,
a Tátratéri piac mellett lévő értékes, helyileg értékes telken lévő akármilyen állapotú épületnek az állaga az javuljon. Hiszen a jelenlegi állapot az az, hogy egy iskola használta évtizedekig, a Szemetvel Zoltán 1960-at, mint ha mondott volna ugye a iskola létesülésére. Tehát az, hogy egy lehasznált iskolaépület, ami ráadásul körülbelül másfél éve lakatlan is, hogy ennek az állaga az javuljon. Tehát ezt a két célt gondolom legfontosabbnak, amikor bármiféle döntést hozunk majd az épület sorsára vonatkozólag. Ezt a célt nem túlságosan támasztja az alá, hogy kapunk egy táblázatot egy nagy összegről, 470 valahány millióról, és utána pedig olyan sugalmazás olvasható a levélből, hogy hát ez nem jelent kötelezettséget, de majd évente megtudjuk, hogy valójában mennyit fordítottak. Mert ez óhatatlan azt sugalja, hogy ők csak azt a minimális szakhatóságák által minimálisan előírt feltételt gondolják teljesíteni az iskola megnyitásáig, és majd utána a kedvük és pénztárcájuk szerint folytatni. Köszönöm. Köszönöm, Mark Péter úr, jösszó. Köszönöm a szót. Én összegezném az előterjesztést. Az egyeztetésen résztvevő felek közül azok többsége nem elégedett a beszámolóval. Most, hogy megkaptuk ezt a levelet, akkor kiderült, hogy a baptista szeretett szolgálat sem, de a résztvevő képviselők többsége sem. Az előterjesztés, de leginkább a határozati javaslat nem tükrözi a képviselőtestületi döntéseket, sem az egyeztetéseken elhangzottakat. Nem erről volt szó, hogy ez a határozati javaslat kerül most elénk. Én nem szeretném a polgármester úr szavait megismételni, de én is azt gondolom, hogy két dolog vezérli most a képviselő többségét. Az egyik az, hogy van egy ingatlanunk, amelyik folyamatosan amortizálódik, bár még szerencsére, bár van honnan sajnos, mert nem volt jó állapotban már mielőtt bezárt az iskola, de most szerencsére itt azért jobban vigyázunk erre az ingatlanra, mint néhány más ingatlanunkra, úgyhogy lassabban, de amortizálódik, hogy ez az ingatlan vagyon, ez értékében megmaradjon. A másrészt pedig, hogy azok az oktatási intézményeink, amik a kerületben vannak, azok jól működhessenek, ha szükség van rá, akkor bővülhessenek. Itt most, bár nem az előterjesztés egy középiskoláról szól, valójában mindenki tudja, hogy egy általános iskola szeretne bővülni, és Pest Erzsébetnek véleményem szerint érdeke, hogy a felzárkóztatásra szoruló gyerekek ne menjenek el más kerületbe, hanem ezzel a lehetőséggel is élni tudjanak, hogy bővülhessen az adott iskola. A javaslat azonban arról szól, hogy most eldöntenénk azt, hogy ennek az ingatlannak a hasznosítása miképpen történjen. A januári testületülésen elhangzottak, illetve az azótai egyeztetésekben is abban maradtunk, hogy ne ez történjen, hanem folytatódjon ez az egyeztetés, aminek ez egy eleme, egy pontja, amiben tisztázza szerintem az egyeztetések során a fél, hogy hát ezt a 478 millió forintot nem kiindulási alapnak tekinti, hanem maximum a végének, de inkább valahol a kettő között, mert hogy nem azt szeretné az egyeztetések során elhangzottak alapján, hogy még ezt kifizeti, de még a kerületnek ilyen meg ilyen további kérései legyenek. Én ezt ilyen módon próbálnám értékelni, de lehet, hogy ennél Nemes László, a polgármester úrnak van igaza, hogy sokkal keményebb a levél, ezt mindenki eldönti. Az a lényeg, hogy én azt támogatom, hogy folytassuk az egyeztetéseket, illetve azt is támogatom, hogy az előző testületülés, amiben maradtunk, hogy amikor ezek az egyeztetések nagyjából lezajlanak, akkor kétféleképpen legalább két javaslatcsomag érkezzen be a testület elé. Az egyik, ha sikerül a megállapodás, hogy valamilyen állapban vagyunk, akkor az ingyenes használatba adásra, a másik pedig, hogy kerüljön kiírásra a testület többsége által egy meghatározott módon egy 15 éves időtartomra oktatási célú bérbeadás. Úgyhogy én... Mit? Bármi másra is, bocsánat. Jó, akkor ezt is szólom, de hogy 15 éves. Az én határozati javaslatom az lenne, módosító javaslatom, hogyha zenére is el tudom mondani,
Budapest főváros 20. kerület Pest Erzsébet önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy a Budapest 20. kerület Tátratér egy szám alatt ingatlan hasznosítása érdekében a Baptista Szeretetszolgálat egyházi jogi személy képviselőivel folytatott egyeztetésről szóló beszámolót elfogadja, és felkéri a Gazdasági Bizottság, a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Informatikai és Ifjúsági Bizottság elnökeit az egyeztetések folytatására a polgármesteri hivatal folyamatos koordinálása mellett. A római kettes felkéri a polgármestert, hogy a Budapest 20. kerület Tátratér egy szám alatt ingatlan nevelési oktatási célra történő hasznosíthatóság érdekében működjön közre az előzetes szakhatósági hozzájárulások beszerzése érdekében, és a szakhatóságok álláspontjáról a képviselő testületet a polgármesteri beszámoló keretében tájékoztassa. Ez a pont ugyanaz lenne. És a római 3-as felkéri a polgármestert, hogy a további egyeztetésekről készített beszámolót és az adott ingatlan hasznosításával kapcsolatos javaslatcsomagot terjessze a képviselőtestület ülése elé. Ez valójában az eddigiek megalapotán az összes javaslattal kapcsolatos javaslatcsomagot terjessze majd a megadott határidőben. És akkor nekem egyetlen egy még kérdésem lenne osztályvezető asszonnyal, ahhoz, hogy az egyeztetés során a római 2-est érintő határozati javaslatunkról arról volt szó, hogy ez az előzetes szakhatósági hozzájárulások beszerzése érdekében történő folyamat, ez már a múlt hét végén, vagy ezen a hét elején elindul, és csak tudomásul veszi, vagy támogatni fogja a képviselőtestület, hogy ez létezzen. Azt szeretném megkérdezni osztályvezető asszonyt, hogy ez elindult-e már. Köszönöm. A Szeretetszolgálat megkereste az INTS-t, illetve a Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot. Az egyik szakhatóság a holnapi napra 11 órára kitűzte a bejárást, úgyhogy reméljük, hogy utána okosabbak leszünk. Az, hogy ez a két szakhatóságnak az írásbeli véleménye mikor kerül a kezünkbe, erre nem tudok előzetesen mit mondani, de megpróbáljuk így sürgetni őket, hogy minél gyorsabban. Köszönöm szépen. Felhívnám a tisztelt képviselőtestület figyelmét, hogy a Kálmán utcában működő alapítványi iskolával is újra kell akkor tárgyalni a szerződést, hiszen ők bérleti szerződésben vannak. Rosszabb állapotú ingatlant vettek át az önkormányzattól, mint amilyen jelen pillanatban Tátratéri. Úgyhogy azért ezeket a szempontokat mind szépen sorba kell rakni. És akkor még egy szempontot szeretnék. Tehát ugye készül a gazdasági programunk, itt ül osztályvezető asszony, ebben a gazdasági programban pont, hogy az ilyen neuralgikus pontoknak a hasznosítására kellene a képviselőtestület javaslatot tegyen, elsősorban ugye a Gazdasági Bizottság közreműködésével. Nem titkosak ezek, hiszen megvannak azok a tételek, amikkel már az elmúlt 5 évben sem birkóztunk meg. Ide tartozik a tátratéri piac és az azt körülvevő területnek a problémája. Tehát nem lehet külön-külön részekre bontani a dolgokat, egységben kellene, és a fő irányokat pedig a lehető legrövidebb időn belül, most ugyan ennek az ügynek a kapcsán mondom, de a legrövidebb időn belül kijelölni a testületnek, hogy akkor tudjuk, hogy mi az, amivel pályázunk, mi az, amit el szeretnénk érni az 5. esztendő nem végére, hanem lehetőség szerint az elejére, és úgy hozni a döntéseket, mert ha 15 éves döntéseket hozunk, akkor azzal magunkat is úgymond keretek közé tereljük. Ha ez a szándék, akkor nyilvánvalóan ezt kell tenni, de ha nem ez a szándék, akkor időt húzni hosszasan nem lehet, tehát ezt alaposan végig kell gondolni. Egy csomó új szempont is felmerült. Ugye most épp ma a képviselő úr azt mondta, hogy a felzárkóztatás szolgálná az általános iskola. Az előző testületi ülésen, rendes testületi ülésen az az érv hangzott el, hogy pontosan inkább elit irányba menne el, és a felzárkóztatásra váró gyerekeket más iskolába teszik át, erről nyilatkozott, úgy tudom, a Bak Ferenc igazgató úr is. Tehát itt azért van néhány olyan kényes kérdés, amit alaposan végig kell gondolni, és tényleg csak és kizárólag a Pest Erzsébet érdekeket lehet szem előtt tartani, minden más az szerintem ehhez képest mellékes. Úgyhogy én csak erre szeretném önöket biztatni, és akkor Szőnyi Attila képviselő úr a szó. Köszönöm szépen a szót. Két dologról szeretnék röviden
szólni. Az egyik az az, hogy az anyagban van egy alapvető ellentmondás, amit viszonylag nehéz feloldani. Ugye itt kétfajta hasznosítási mód, a bérbeadás, illetve az ingyenes használatba adás mellett vannak felsorolva az érvek, ami alapján megtudjuk, hogy az egyik mennyire előnytelen az önkormányzatnak, a másik pedig mennyire nagyon kedvező lenne. Akkor ez a másik oldalról úgy néz ki, hogy a szeretett szolgálatnak, ugye ez fordítva van, tehát a szeretett szolgálat valami miatt a számára rendkívül előnytelent szeretné választani. Tehát ez vagy a 478 millió forintos felújítási összeggel van valami probléma, vagy pedig az ennek az összehasonlítási alapját képező bérleti díjjal van valami probléma. Tehát azt így viszonylag nehéz elhinni, hogyha valami két fél között köttetik, és az egyik rendkívül előnytelen az egyiknek, akkor azt miért szeretné olyan nagyon. A másik az az, hogy az eredeti, tehát nem a Mag Péter képviselőtársam által előterjesztett, hanem az eredetileg előttünk lévő határozati javaslat egy erős elköteleződést jelentene az egyik hasznosítási mód irányába, és ugyan még nem került föl a pontos határozat szövege az előző testületi ülésről, de ott emlékeim szerint volt egy olyan határozat, ami azt vetítette előre, hogy februárban ki fogunk írni pályázatot az épület hasznosítására, tehát a 15 éves időtartamra való módosítással. Ugye akkor az volt a probléma, hogy ezt azért nem lehet a kettőt egyszerre megcsinálni, mert az üti egymást. Akkor itt majd fogom kérdezni, hogy az akkor hozott határozat, illetve ha ezt a határozatot elfogadnánk, akkor az valóban ütné egymást, hiszen itt van egy elköteleződés, még van egy korábbi határozat, ami pedig pont a pályázat kiírását tartalmazná. Nyilván ez, hogyha a Mag Péter által vázolt határozat kerül elfogadásra, akkor az ilyen módon nem áll fönt, hiszen az elköteleződés nem tartalmazza. Köszönöm szépen. Köszönöm. Somodik Lál, képviselő asszony a szó. Köszönöm szépen a szót. Én először is ugye a múltkori testületi ülésen hallott számok után megdöbbenve látom, hogy a 800 millióból már csak bruttó, ez is fontos, bruttó 478, ami ugye nettóban már csak 377 millió forint. Tehát egy kicsit megcsökkent ez az összeg, ami úgy vicces, tehát hogy várunk még két hetet, akkor már 200 millió lesz, véleményem szerint. Ez az egyik része a dolognak, amit szeretnék mondani. A másik, ami én úgy gondolom, hogy van még egy általános iskolánk, ami jelenleg is üres, most már jóval több ideje, mint a Tátratéri általános iskola. Ez pedig az Ónodi általános iskola, vagy Ónodi iskola, ami volt Ónodi iskolánk. Én úgy gondolom, hogy meg lehetne próbálni most már ezek után abban is tárgyalást folytatni a baptistákkal. Ha valóban van pénzük, akkor esetlegesen vegyék meg ezt az épületet. Azért mondom én ezt, mert ennek az összegéből, ha nagyon szeretnénk, akkor például költhetünk a Tátratéri általános iskolára ezt követően. Vannak szanaszéjjel lévő intézményeink, például a GAMESZ vagy a rendvédelem, amelyet nagyon szívesen tennék a Tátratéri általános iskolába, mint székhely. Ráadásul ezt azért fogom így indokolni, mert a rendvédelmi osztály esetében, illetve a rendvédelmi dolgozók esetében azt határoztuk el, hogy szeretnénk emelni az ő létszámukat. Ahhoz viszont, hogy emeljük a létszámukat, és ugye itt volt olyan terv, hogy duplára, ahhoz nekik új helyet kell biztosítani. Bánok képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Hát én már csak hab vagyok a tortán, úgy látszik. Ugye négy alapvető kérdést tárgyalhatnánk, ugye, és ezeket ha felosztanám, akkor szakmai, anyagi, erkölcsi és stratégiai kérdésekről lehetne szó. Hát a szakmait azt ismerjük, a mi részünkről már ezt nem akarjuk tárgyalni, így tudjuk azt, hogy ez ellentétes egyébként, amit Mag Péter úrtól most hallottunk, tehát igaz, ő nem szakember, ő politikus, de ettől még lehetnek érvei, akár még jók is. Az anyagi részét azt, ha taglalnám, akkor ugye azt tudnám mondani, hogy jelen pillanatban semmiféle anyagi érdekeltség nem fűzi, ahogy így nézem ezt a egyébként eléggé
hogy is mondjam, ilyen csapodár módon tárgyalt dolgot, tehát semmiféle anyag érdeke nem látszik, hogy fűződne Pest Erzsébetnek egy ilyen jellegű előterjesztésnél, ahol napjában percenként változnak a dolgok, leülünk ide, majd olvasgatjuk az anyagot, tehát azért, amikor milliárdos kérdésről van szó, akkor nem hiszem, hogy ezt olyan 10 perces, meg napos, hirtelen adhok dolgok mellett kellene tárgyaljuk. Én inkább a levételre javasolnám ezt az egészet, mint ahogy eredetileg is gondoltuk, hisz akkor már nagyon jól láttuk azt, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Az erkölcsi része az pedig az, hogy ugye itt a képviselőtestület azért, ha jól emlékszem, is olyan rég Pest Erzsébet polgármestere előtt esküdtett, hogy Pest Erzsébet érdekeit nézi, és hát hogyha azt nézi, akkor szerintem ez egy elég fontos feladat lenne mindannyiunk számára. Persze lehet, hogy a ellentétes vélemény attól még azt nézi, ezt most nem akarom firtatni, de meggondolni meg lehet a dolgokat. Én a magam részéről akkor én azt javaslom, hogy vegyük le ezt a napirendről, mert semmiféle módon nem látom azt, hogy ez valamilyen javát szolgálna a kerületnek. Köszönöm a szót. Köszönöm, és végül Komolóczi képviselő úr. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület. Én szeretném megkérni Miklóst, hiszen mi nem tegnap óta ismerjük egymást, de ha úgy tetszik, bánom Miklós képviselő urat, hogy ne tételezze fel másról sem, ahogy én sem, hogy legjobb tudása szerint nem Pest Erzsébet érdekében kíván dönteni. Sem a hozzászólása elején, közepén, sem a végén az utolsó mondatban elhangzottak nem méltóak sem önhöz, képviselő úr, sem a képviselőtestülethez. Nagyon kérem, hogy ezeket a gondolatokat mellőzze, és ne szóljon ilyet hozzá. Az lehet, hogy nem értünk egyet valamiben, de az, hogy nem azt akarjuk, hogy Pest Erzsébet érdekében döntsünk a végén, azt egyszerűen visszautasítom. Ami a itt elhangzottak között volt néhány érv, amire végül is nem volt reakció, én szeretném mondani, hogy a 478 millió forint meg a 800 millió forint teljesen arányban van egymással. Képviselőasszony, amit mondott, a 478 millió ugyanis a minket terhelő kötelező felújításokat, mint tulajdonost sorolja fel, a 800 millióban pedig az iskola építésével és működésével foglalkozik, tehát mondjuk székek vásárlása, okostábla elhelyezése, stb. Ez a két összeg közti különbség, tehát minket az a része nem érdekel, minket csak az a része érdekel, hogyha felújítják az épületet, akkor ha mi bérbe adnánk is, mit kéne benne rendbe hozni, hogy mondjuk egy iskola részére ki tudnánk adni, és erről beszélgetünk. Ami pedig a iskola szelektív működését illeti, amit feltételezünk, ugye azért azt tudjuk, hogy a baptista iskola eredetileg arra alakult, és arra úgy is dolgozott, hogy a nehéz helyzetben, hátrányos helyzetben csellengő gyerekeket képezze. Tehát ez az alapvető célja neki, és amikor két évvel ezelőtt én emlékeztetném a képviselőtestület nem kevés tagját, akik az előző képviselőtestület ülésén is itt voltak, akkor azt mondták, hogy az egyházi intézményben nem történik szelekció, amikor a református iskoláról beszélgettünk. Most egyszerre kiderül, hogy mégiscsak történik, ugye a tapasztalatok alapján. Tehát én azt gondolom, hogy azért, mert eltelt közben 3 év, azért emlékezzen vissza mindenki arra a vitára, amit akkor ezzel kapcsolatban folytattunk, a Vörösmarty iskolával kapcsolatban. Egyébként pedig azt gondolom, hogy valóban az előterjesztés határozati javaslata egy határozott irányba mutatott, ami nem egyezik a képviselőtestület előző döntésében, előző testületi ülésén elfogadott döntésében, vagy az ottani vitában beszéltekről, és mi nem azt mondtuk, hogy akkor most itt, akár ma, akár február 13-ai rendes testületülésünkön egy kész tervezetet kellene látnunk, mert hát március 31-ig még akkor is lett volna idő. Tudom, azóta kiderült, hogy ez
elvileg május 31, ha létrejön egy ilyen megállapodás, ez az új dátum, ami ad némi tájékozódásra és egyeztetésre való lehetőséget, hanem azt mondtuk, hogy folytassunk tárgyalásokat, és eljussunk oda. Talán nem felesleges emlékeztetnem önöket arra, hogy még azt is elmondtam én akkori vitában, hogy igenis, olyan megalapodást kell kötnünk, ahol mi, tehát a hivatal vagy a képviselőtestület választja ki a műszaki ellenőrt és azt a céget, aki a felújítást, az előkészítést fogja majd ellenőrizni, mert hogy nekünk kell majd jelentenie, most mindegy, melyik tételt mondanám belőle, a kazáncsere tényleg megtörtént, vagy olyan kazánt vettek bele, amely megfelel erre a célra, mert hát a mi érdekünk, hogy ez megfeleljen. De ez vonatkozik akár a vakolat javítására is, hogy egy más példát mondjak, tehát hogy a műszaki ellenőrzést mit csinálják. Most ez nyilvánvalóan egy egyeztetési folyamat során derülhet ki, és hogy azt a pénzösszeget, hogy az Erzsébet is jól járjon, az épület is ne ott romoljon, ne menjen, ez nyilvánvalóan ez egy fontos dolog mindannyiunk számára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyeztetést folytatni kell. Egyébként meg, miután ez így jött most ez a lehetőség, lehetőséget kell biztosítani, hogy ugyanúgy, ahogy az elmúlt másfél évben megjelenjen egy pályázat, hiszen ezt mi már pályáztattuk, bármilyen célra igénybe lehetett volna venni, nem csak iskola céljára, hogy legyen, de én felhívom mindenki figyelmét arra, hogy akármire fogják használni, az, hogy ne ázzon be a tető, az, hogy fűteni lehessen, és így tovább, azok egy minket terhelő felújítások, amelyeket át tudunk hárítani, de akkor nyilvánvalóan a bérleti díj az egy más jellegű konstrukció. Köszönöm szépen. Köszönöm. A vitazálás után Bánó és Somodi képviselő jelezték a hozzászólásukat. Nekik a személyes megszólítatásokkal, mivel Komlóci úr nekik intézett viszont választ, fogok szót adni. Előtte azonban hadd mondjak annyit, hogy én magam vagy nem veszek részt a szavazásba, vagy tartózkodni fogok. Szeretném ezt most megindokolni a testület előtt. Nem a mai tartalommal kapcsolatosan van bármi nemű kifogásom, természetesen van véleményem, hanem egyszerűen azt az elvet szeretném képviselni, és erre kértem a testületet is, hogy előbb határozzuk meg a stratégiát, hogy mivel, mit kívánunk tenni, majd azt követően folytassunk ezzel kapcsolatosan bármilyen szintű egyeztetéseket. Biztos, hogy ha most egyeztetést folytat a testület, azzal mondjuk kárt nem okoz, mert tárgyalni bárkivel lehet. Tehát ez nem egy elköteleződés, nem egy hátrány, én nem ezt mondom. Csak sokkal sürgetősebb lenne, hogy összeüljön a testület, annak főleg meghatározó része, de bevonva a többieket is, hogy igen, mely területeken mik azok, amiket stratégiailag ebben az öt esztendőben szeretnénk elérni. Mert a kampányban megfogalmazott tételek nyilvánvalóan maradéktalanul nem teljesíthetőek, de az irányokat igenis ki kellene tudni közösen jelölni, és ez vonatkozik az itt elhangzott Onodi, Tátra, vagy akármilyen más objektumra, vagy létesítményre, vagy ott van például a Baba utcának a kérdése. Foglalkozik ezzel a testület, csak én azt gondolom, hogy rapid módon, és tételesen meg kellene határozni, mert a hivatal is akkor ebbe az irányba tud elmenni, nem beszélve arról, hogy az én munkámat is megkönnyíti, hiszen számtalanan vannak, akik ilyen-olyan befektetésekkel, vagy működési helyszínek keresésével fordulnak a hivatalhoz, akár személy szerint hozzám is. Kell tudnom arra a választ, nem lehet mindennel beszaladgálni egyébként a képviselőtestülethez, főleg egy kérdés szintjén, hanem akkor, amikor arról már döntést is tud hozni a testület egésze vagy többsége. No, akkor Bánó úré a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr.
Hát én nem tudom, hogy jó-e az emlékező tehetségem, de Komoróczi László, kedves ugye, képviselőtársam, nem tudom, hogy emlékszik-e rá, amikor pont ugyanerre hivatkozott egy-két testületüléssel ezelőtt a Eski Péterre. Én ezzel nem azt fejeztem volna ki, és már a szándékában sem, hogy valaki ezt egyáltalán nem venné figyelembe, mert ő még hozhatja fordítva is a döntéseit ugyanilyen értelembe véve. Úgyhogy amikor a véleményét ezzel kapcsolatosan elmondta, akkor én ugyan megértem, csak nem helyeslem. Tehát a másik, hogy ugye több sebtől érzik, ezt már mondtam, ez az egész, és az egyeztetést azt nem a testületülésen, ahogy polgármester úr mondta, kellene minden percben változtatni, hanem megfelelő időt kellene neki hagyni, és ezzel dr. Kulcsál Dóra munkáját is egy kicsit, ugye, hogy is mondjam, megkönnyítenénk, hogy nem kell mondjuk biztos éjszakákon át azzal foglalkozni, hogy éppen 10 perc ezelőtt ki mit gondolt, hanem amikor a testületi ülésre kerülne a sor, azért már egy kidolgozott anyag lenne, aztán persze a többség majd eldönti, hogy ez hogyan alakuljon. És én még mindig azt mondom, hogy a Pest Erzsébet érdekeit az anyagi részekben és erkölcsi részekben ugyanúgy fontosnak tartom, és ugye a stratégia az mégiscsak legyen stratégia, ne pedig egy ilyen eléggé csapodár elképzelés. Köszönöm szépen a szót. Somodik Lála képviselője szó. Köszönöm szépen. Egy kiegészítésem van még a polgármester úr által elmondottakhoz, hogy nem csak a Montessorit, hanem a Pöltenberget is át kell gondolni az esetben, hogy ingyen adjuk-e oda. Mert akkor talán lesznek normális ablakok, és nem fáznak a gyerekek az iskolában, meg a tornateremben. A másik, a 800 kontra 400 millió, itt akkor osztályvezető asszonyra nézek. Erősítse meg, kérem, hogy ez a rendeltetésszerű állapotra hozatalhoz szükséges összeg. A szeretett szolgálat mindig bruttó 478 millió forint összegről beszélt. Annyi hangzott el az előző testületi ülésen, hogy ahhoz, hogy ez egy jó színvonalú, modern, követelményeknek megfelelő iskola legyen, ennek a többszöröse is adott esetben ráfordítható az ingatlanra. A szeretett szolgálat 800 millió forintos összeget sosem írt le. Szeretném megkérni akkor a hivatalt, hogy én szeretném tudni, ha piaci alapon béreltetjük 15 évre az ingatlant, mennyibe kerül a rendeltetésszerű állapotra hozatal, úgy, ahogyan ezt a piaci bérlakásoknál tesszük, felújítási kötelezettségekkel? Szerintem elhangzott minden, akkor én a következő határozati javaslatsort gondolnám. Van egy módosító javaslata a MAH képviselő úrnak, azt a módosítót tenném fel először szavazásra. A Bánó úrnak egy általános javaslata volt, hogy napoljuk el az egész ügyet, de ezt nem úgy fogalmazta meg, hogy ezt a napirendi pontot most napoljuk el. Tehát én a MAH képviselő úri módosítóját teszem fel először szavazásra, és utána pedig az eredeti módosító javaslatot. Akkor először MAH képviselő úr javaslatáról szavazunk, kérem szavazzunk. Azt mondja, 12 igen, 3 nem, 1 tartózkodással képviselőtestület ezt a javaslatot elfogadta, így a mai napirendi pontunkat, második napirendi pontot lezárom, és a testületülést is lezárom. Köszönöm szépen a megjelenést, és akkor a februári testületülésen folytatjuk.